24 játékos vett részt a Nyíregyháza Spartacus hétfő délelőtti edzésén, amelyet az örökösföldi pályán vezényelt le a futballistáknak a szakmai stáb. A legutóbbi keretből hiányzott a távozó Rubus Tamás, Nagy József, Fagyas Tamás, Forró Gyula és Bakos Szabolcs. A csapattal edzett viszont Kovács Ellen, Pap Máté, Villán Dominik, Csorvási Tamás és Alexander Svedjuk. Velük még nem kötött szerződést a klub, de gyakorlatilag már szpari játékosnak tekinthetők. A cél egyértelműen a feljutás kiharcolása. A stábnak az a terve, hogy azt, amit elkezdtünk a tavaly, azt a fiatalitást, azt az idén is folytatni. Nyilván most a célok teljesen másak a csapat eredményessége szempontjából, de azt, ami az egyik fő célunk, ugye a fiatalokat beépíteni és a saját akadémiáról kijövő fiatalokat használni a felnőtt csapatba, az továbbra is célunk. A legutóbbi szezonban 16 góllal Hornyák Marcell volt a szpari házi gól királya. A támadó a következő bajnokságban még több találatot vár magától. Ez hatalmas nagy élmény. Ugye nemrég NB3-ban rúgtam ennyi gólt egy fél év alatt, most pedig NB2-ben is tudtam bizonyítani. Nyilván ez motivál, ugye önbizalommal tele vagyok, és nyilván szeretnék sokkal több gólt rúgni. A kapus Jova Levente szerint előnyt jelenthet, hogy nem a nulláról kell kezdeni az építkezést, a szakmai stáb és a csapat egy sikeres tavaszt tudhat maga mögött. Mindenképpen fontos az, hogy nem egy új stáb jött, ugye, hogy újban újról kezdeni mindent, hogy új játékstílus, stb. Azért már az Oránnal együtt dolgozunk egy fél éve, szerintem jó munkát végzünk vele együtt, sikeresek voltunk tavasszal. Igen, azért a gerinc az megmaradt a csapatnak, de ezt még egy-két kiegészítő kulcsjátékossal azért örülnék, hogyha érkeznének, és érkeznek is folyamatosan. A Sparinak tavasszal volt egy 10 meccses veretlenségi sorozata, amely alatt 7 mérkőzésen érintetlen maradt Jova Levente hálója. Tuska János kapusedző szeretné, ha továbbjavulna a statisztika. 3 kapus lesz a felnőtt keretnél, 2 kapusnak a helye biztos, ugye a Jova Levente és a Nagy Máté, illetve lesznek próbázó kapusok is. Tőlem igazából ugyanaz a koncepció, amit tavaly, én nagyon sokat építek a lábbal való játékra és az esetleges gyors indításokra, valamint ugye én elemzem a kapusoknak a mérkőzés teljesítményét is, ebből próbálok hibát javítani, úgyhogy újra nem nagyon számíthatnak a srácok, ugyanaz azt a tavalyi kemény munkát, én abban hiszek, azt fogják végezni, amiben egyébként tavaly évben nagyon fogékonyak voltak, és nagyon meg voltam elégedve velük. A csapat 9 felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. Először július 3-án Örökösföldön a Szolnok ellen láthatják a csapatot a szurkolók. Azt követően a Kassa, a Kazincbarcika és a Kisvárda ellen lépnek pályára Hornyákék. Az egyhetes szlovéniai edzőtáborban újabb 4 meccs következik, majd Mezőkövesden tartja a bajnoki főpróbát Zorán Spisek együttese.